Köszöntöm Önöket, ez a Közéleti Mozaik. Mai adásunkban beszámolunk az Egészségfejlesztési Iroda nőnapi program sorozatáról, valamint megtudhatják, hogy a Csongrádi Turinform Iroda milyen előkészületeket végez az idei turisztikai főszezonra. Ezt követően a Csongrád Városi Vízilabda Sportegyesület terveiről láthatnak egy hosszabb beszélgetést. Egy nap a nők egészségért címmel szervezett egésznapos programot a dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény egészségfejlesztési irodája a nőnaphoz kapcsolódva. A szűrővizsgálatok mellett a sport és a szórakozás is teret kapott. Vasárnap kora reggel sokan gyűltek össze a rendelőintézetben. A résztvevőket és a hölgyeket Bedő Tamás polgármester köszöntötte, kihangsúlyozva, hogy itt mindenki ismereteket szerezhet egészségéről, de önmagáról is. Egy nagyon jó ötlet pattant ki az egészségfejlesztési iroda keretében belül az intézmény vezetésének, igazgatónak, orvosigazgató úrnak a fejéből, hogy gondoljunk a nőkre. Március 8-án egyébként is nemzetközi nőnap alkalmából egy nap figyelem mindenképp a hölgyekre esik. Nem is éppen 8-án, hiszen munkanap, de a mai napra mi egy kicsit, illetve az intézmény tovább gondolta. Ahogy a reklámban is van, lehet adni virágot, és csokoládét, és bombont nőnapra. Én úgy gondolom, hogy ez a kezdeményezés egy kicsit több. Mi egy csokor egészséget szeretnénk e nap keretében átnyújtani, egy csokor önbizalmat, és hát természetesen egy kis szórakozást. Ezt a csokrot ismertették előttem a mai nap programjaként. Gondolatba összekötjük, akkor úgy gondolom, hogy látható, hogy ez egy jó kezdeményezés. Hiszen az egészségfejlesztési iroda, ami itt az intézményben működik, alapvetően ebből a célból kap támogatást, ebből a célból végzi munkáját, hogy felhívja az itt lakóknak a figyelmét egészségük fontosságára, és megelőzze a problémákat, hogy utána minél kevesebbet kelljen az intézménynek a kezeléssel törődni. De ennek számos formája lehet, és úgy gondolom, hogy ez a mai nap egy nagyon jó példája annak, hogy ha a finanszírozás is rendelkezésre áll, és az ötlet is megvan, akkor mit tudunk belőle kihozni. Az ünnepélyes megnyitó után szűrővizsgálatokkal, önismereti tréninggel kezdődött a nap. Dr. Somogyi Árpád tapasztalata szerint a nők jobban figyelnek az egészségükre, mint a férfiak. Hogy ez miből adódik, az egy érdekes kérdés. Úgy gondolom, hogy a férfiak ilyen tekintetben gyávábbak. Tehát akár egy szűrővizsgálaton való megjelenés is talán azt mondom, hogy nehezebben megy, illetve az egész lényükből, mentalitásukból adódóan a féltés azért saját maguk irányába is megvan. Ugye hát a nőkről azért tudjuk, hogy döntően egy családnak a mozgató rugói, és ebből a szempontból is a felelősség is nagyobb talán rajtuk, és úgy érzik, hogy ezzel mind a gyerekeiknek is jobban tartoznak, hogy a saját maguk egészségével is jobban törődjenek. De természetesen azért lehetne ezt is még jobban csinálni, és többek között ezekkel a programokkal is ez a célunk, hogy megpróbáljuk mind a nőknek, de természetesen a férfiaknak is a figyelmét felkelteni az irányban, hogy ha szűrővizsgálatokon megjelenünk, foglalkozunk egyáltalán az egészségünkkel, és az a pici szikrát bele tudjuk a gondolatainkba mélyezteni, hogy igenis van értelme, igenis jóval jobb életminőséget tudunk biztosítani hosszabb időn keresztül, akkor már megéri ezeken részt venni, és ha a gyermekeknek is példát tudunk mutatni vele,
akkor én úgy gondolom, hogy az egész család számára ez egy fontos dolog, és megéri mindenkinek. Hát maga az egészségfejlesztő irodának ugye van egy éves programja, vannak szűrővizsgálataink, és megpróbáltuk most ezt a mai március 6-át egy picit a nőnappal összekapcsolva egy olyan programsorozattá összefűzni, ami egyrészt mind a szűrővizsgálatok, mind az egészséges életmóddal, mind a mozgással, és utána természetesen a szórakozást is beleillesztve ugye egy koncerttel végződne ez a mai nap. Tehát egy teljes napra próbáltunk egy programot összerakni, és én úgy gondolom, hogy látva itt most az első percek, első óráknak a megjelenését, talán sikerült felkelteni a lakosság figyelmét, és a jövőben is próbálunk ilyen programokat összerakni, egy picit a múlthoz képest tovább lépni, illetve próbáljuk az, ami már ezen a héten is elhangzott, egy olyan médiába történő megjelenést biztosítani az egészségfejlesztő iroda számára, ami mindig tartalmaz majd egy kis aktualitást is adott hónapra, és ezzel is próbáljuk a mindennapokba jobban beépíteni ezt a programsorozatot. Nem csak hölgyek, de férfiak is fontosnak tartották a szűrővizsgálatokat. Időszerű, 81 éves vagyok, természetes dolog, hogy kíváncsi az ember, hogy meddig élek. Azért, mert végül is, ha betegek vagyunk, csak akkor megyünk az orvoshoz. És ott nem mindig vannak olyan vizsgálatok, csak ha nagyon külön kérjük, akkor küldenek el különböző vizsgálatokra. És ha van már egy ilyen, hogy egy helyen mindent meg tudunk nézni, hogy egészségünk a hátra lévő időben, hogy mit kell, vagy hogy kell gondoskodni, hogy jó, egészségesen éljünk, ezért ezt a szép rendezvényre eljöttünk. Délután az egészséges életmód jegyében Canik Balázs capoeira aerobik mesteredző tartott órát a fürdőben a vállalkozó kedvűeknek. A komoly erőlétet követelő edzés után pedig Gergely Ildikó vízitornával mozgatta meg a fürdő vendégeit. Az este pedig a szórakozás jegyében zajlott. A Művelődési Központ Magyar Király dísztermében Szekeres Adrián adott teltházas, nagy sikerű koncertet. Bizakodva várja az idei turisztikai főszezont a Csongrádi Turinform iroda. A tapasztalatok szerint az érdeklődők nagy része a nagyszabású nyári rendezvények iránt érdeklődik. A statisztikák ugyanakkor azt mutatják, hogy egyre több külföldi érkezik a városba. Tisztelt hölgyeim és uraim, nagy szeretettel köszöntök Önöket! Csongrád országszerte közismert nyári programjairól. Az egyik legjelentősebb ezek között a borfesztivál, de a fiatalokat is minden évben várja a város. Színpadon nem sokára a Pumai! Erről van szó, hölgyek, urak, az ország egyik legjobb közönséget hívattok! A KTN Fest, azaz a Köröstoroki Napok az egyik legnépszerűbb fesztivál. Többek között ezeket a rendezvényeket kínálja Csongrád a turisták számára. Emellett az épített örökség, valamint az egyedülálló természeti értékek is vonzóak a vendégek körében. A várakozások szerint ebben az évben is sokan ellátogatnak Csongrádra. Az egyik érdeklődési terület a rendezvények kérdése. Ezzel fordulnak talán a legtöbbször hozzánk. Keresik ugye a helyi látogatóink a helyi rendezvényeket, illetve a környékbeli eseményeket, de nyilván turisták is érkeznek úgy, hogy kifejezetten egy-egy eseményhez kapcsolódóan. E tekintetben ugye azzal küzdünk, hogy a szezonra, a nyári időszakra korlátozódik a vendégforgalmunk, mivel a rendezvények is ugye itt csúcsosodnak ki, Csongrádi napok, Köröstoroki napok, borfesztivál,
programjai, és küzdünk azzal, hogy meg kellene próbálni segíteni a szezon kihúzását azzal is, hogy újabb rendezvényeket vezetünk be, amelyek mondjuk egy kicsit a szezon elején, május, júniusban, illetve szeptember, októberben lendítenének a forgalmon. A Csongrádi Turinform irodában mérik a személyes, e-mailes és telefonos megkereséseket, így pontos adatok állnak rendelkezésre arról, hogy mennyien érdeklődnek a programkínálatról. A tavalyi évben, hogyha összehasonlítjuk az elmúlt két év forgalmát, akkor ugyan egy kisebb látogatottságú év volt, viszont ami visszaesést jelentett, az a szezonnak, tehát a június, július, augusztusban egy kisebb forgalmú időszaka volt, amit igazából mi azzal magyarázunk, hogy jó néhány szolgáltatásunk kiesett az elmúlt évek során, így például a fesztiváljegyeknek az értékesítése is, ami egy jó forgalom generáló volt, amellett, hogy egy fontos szolgáltatást is nyújtottunk, azért nekünk is jót jelentett. A másik oldal viszont ugye a vendég a szálláshelyeken számolt mért vendégforgalom, amely adatokat mi a KSH összesítéséből veszünk át, tehát ez a hivatalos mérce. Ez viszont a tavalyi évre vonatkozóan még nem történt meg, 2014-es adatok állnak rendelkezésünkre. A 2015-eset csak a szolgáltatókkal való kapcsolattartásból tudjuk, hogy egy jó összességében egy jó forgalmú év volt. A város vendégeit persze nem csak a rendezvények várják, a szabadidő eltöltésére számos lehetőség van. Ráadásul Csongrád a Köröstoroknak és a belvárosnak köszönhetően országos szinten is egyedülálló kínálattal rendelkezik. Jó a kapcsolatunk a szolgáltatókkal. Igaz, hogy a tekintetben, hogy egy rendszeres és közös összejövetelként kommunikáljunk, tartsunk egyeztetéseket, az elmaradt az elmúlt időszakban, az elmúlt egy-két évben, viszont szeretnénk erre is koncentrálni, hogy legyen olyan fórum, ahol össze tudunk jönni rendszeresen, és meg tudjuk beszélni az aktuális dolgokat, illetve akár a problémákat is. Horgászokkal, borosokkal mondhatni igen jó a kapcsolatunk, kölcsönösen keressük egymást, segítséget tudunk mi is nyújtani a rendezvényeikhez, megjelenéseikhez, illetve mi is rendszeresen kérjük az ő ajánlataikat a mi megjelenéseinkhez, hiszen egyik jelentős része a csongrádi turisztikai kínálatnak az ő kínálatuk is, de nyilván nem csak ez, mi ugye aktív turisztikai kínálatban vagyunk jók, tehát ebbe azért beletartozik a kerékpározás, a lovaglás, az evezés, úgyhogy így teljes. A Turinform irodában jelenleg a turisztikai szezon előkészítésén dolgoznak. Nem csak helyi, hanem vidéki rendezvényekre is kitelepülnek, de nagy hangsúlyt helyeznek az internetes kommunikációra is. A vízilabda az egyik legeredményesebb sikersportágunk, amely városunkban is nagyon népszerű. Stúdió beszélgetésünk témája ezen a héten a Csongrád Városi Vízilabda Sportegyesület működése és tervei, melyek között medenceépítés is szerepel. Köszöntöm Önöket! Stúdiónk mai vendége Versegi Zoltán és Kozák László, a Csongrád Városi Vízilabda Sportegyesület elnöke és ügyvezetője. Témánk pedig a régóta várt vízilabda medence, ami remélhetőleg hamarosan megépül. Ugye a társasági adóból elég komoly összegeket le lehet vonni egyes cégeknek, akik támogatják a úgynevezett látványsportágakat, mint amilyen a vízilabda is. Mennyire nehéz támogatókat szerezni? Egyesületünk már 2012 óta pályázik erre a TAO-ra, és szerencsére minden évben volt eddig támogatónk. Két éve döntöttünk úgy a város vezetésével együtt, hogy megpróbálunk egy uszoda projektet beindítani, és már akkor is úgy nézett ki, hogy több cég is a dolog mögé áll.
kollégám Kozák Laci körbe ment, ő járta körbe a cégeket, és nagyon sokan támogatásukról biztosítottak minket. Voltak itt kisebb, nagyobb összegek, jellemzően olyan 5-15-20 millió forintig, de mindenki tudja, hogy egy ilyen uszoda nagyon sok pénzbe került. Tehát mi akkor 300 millió forintba gondolkodtunk, most már ennek majdnem a duplájánál tartunk, és ehhez kellenek nagyobb támogatók is. Szerencsére úgy néz ki, hogy lesz ilyen nagyobb támogatónk is, aki egyszerre 100 millió forinttal, vagy akár többel meg fogja tudni támogatni az egyesületet. Mennyire kell meggyőzni a vállalatokat, a cégeket arról, hogy szükség van arra, hogy támogassák ezt az egyesületet? Nyilván könnyebb városközeli cégeket meggyőzni erről, és hál' Istennek elég sok cég mellénk is állt ebben a pályázatban, vagy ebben a projektben. De az ő TAO támogatásuk egyelőre úgy tűnik, hogy nem lesz elég, tehát azért el kellett menni, úgyhogy én még Szentesről is hoztam támogatást, illetve hát budapesti és más nagyvárosokban lévő székelő cégeket is meg kellett keresni. Egyelőre azt kell mondjam, hogy az Zoli is említette, hogy itt megnövekedett a költségvetési terv legalábbis, hogy még többet kell majd dolgoznunk ezen, de nem vagyunk egyedül, mert az önkormányzat vezetése is mellettünk van és segít ebben, tehát felkutatni olyan további támogatókat, akik hajlandók adni. Egyébként változó, aki mármint a szándék a támogatásra. Nagyon sok cég még mindig tart attól, hogy ez egy bonyolult és veszélyes művelet. Félnek attól, hogy a NAV esetleg valamilyen hiba miatt őket felelősségre vonja, ezért elzárkóznak a lehetőségtől. De így látva, 5 év alatt tulajdonképpen én nem is nagyon hallottam olyan cégről, akit megbüntettek volna, vagy aki hibázott volna ebben. Alapvetően én nem látok bele, hogy egész pontosan könyvelés technikailag ez milyen műveleteket követel meg, de gyakorlatilag még egyszer mondom, elég sok cég támogat bennünket, és eddig nem volt semmiféle problémánk nekünk, és én nem is tudok más egyesületekről sem, ahol probléma volt ezzel, de mégis van egyfajta tartás a cégekben. Nyilván bonyolítja, tehát valami plusz feladatot jelent ez a könyvelés számára. Említette, hogy Szentesen is talált támogatót, hiszen ott pedig van egy nagyon jó vízilabda egyesület, illetve vízilabda klub. Hogyan lehet egy szentesi céget arról meggyőzni, hogy egy csongrádi klubot támogasson? Kedvesen kell mosolyogni, nem? Nyilvánvaló, megvannak azok az érvek, amelyekkel ezt alá tudom támasztani ott helyi cégeknek. Szentesen azért több nagyobb TAO befizető cég van, és mondhatnám, hogy nekem van személyesen is jó kapcsolatom ezekkel a cégekkel, vagy a cég vezetőségével, illetve a cégek vezetőségével. Korábban dolgoztam is egyik másik nagyobb cégnél, úgyhogy a régi kapcsolataimat kihasználva próbáltam ezt egy kicsit ütögetni. Nyilván van nagyon sok egyesület Szentesen is, illetve hát több egyesület, ott van ugye a kosárlabda, kézilabda, vízilabda, nincs jégkorong, de van még labdarúgás is, tehát ott azért van kit támogatni a TAO látvány csapatsport támogatással. Ettől függetlenül ott akkora keret áll rendelkezésre, amelyet nem minden évben tudnak kimeríteni, tehát marad tartalék, és ez az, amit mi megkaptunk, ez több 10 millió forintot jelent egyébként. Most egyébként hogy áll ennek a medencének a sorsa, tehát mennyire lehet már látni azt, hogy mikor kezdődött az építkezés? Most pillanatnyilag a építési engedélyünk jogerőre, válására várunk. A pályázatokat április 30-ig lehet beadni. Múlt héten voltunk fönt Lacival Budapesten, a Vízilabda Szövetségnél egyeztettünk a pályázatokat összefogó úriemberrel. A pályázatos felület már fenn van a neten, de sajnos még nem tudunk belépni, nem tudjuk, hogy miért, tehát még nem tudunk regisztrálni, nem tudjuk a kérdéseket, nem tudjuk, hogy miket kell feltöltenünk, és az ő információi szerint ezek a tavalyihoz képest megváltoztak. Tehát nekünk kész van az anyagunk, igazából megvan mindenünk, ahogy megnyílik a felület, átnézzük, megnézzük, mi az, amit módosítani kell, mi az, amit még pluszba el kell készíteni, és feltöltjük azonnal. A Vízilabda Szövetségből ígéretet kaptunk arra, hogy
nem várják meg az április 30-ai beadási határidőt, hanem ha fel van töltve a pályázatunk, akkor a következő elnökségi ülésen elbírálják, kiküldik két minisztériumba, illetve előtte még egy építésügyi szakértőnek, aki átnézi a építész terveket, illetve a kapcsolódó terveket, hogy, és a hozzájuk tartozó költségvetéseket, hogy megállják a helyüket. Utána elküldik a két minisztériumba a véleményezésre, és ha minden megvan, akkor utána kapjuk meg a programot. Utána bírálják el a programunkat pozitívan, remélhetőleg. Ha minden pozitív és minden jól megy, akkor mikor kezdődhet a beruházás? Ha megkapjuk a választ a Vízilabda Szövetségtől, azt mondták, hogy a minisztériumok egy-két hét alatt elbírálják, tehát ha minden igaz, akkor május-június környékén nekünk lehet egy elbírált pályázatunk. Utána az önkormányzat segítségével a közbeszerzést le kell folytatnunk, amihez mi abszolút nem értünk, nem tudjuk, hogy az mekkora munka, mennyi időbe kerül, de erre a polgármester úr azt mondta, hogy ezt ők megoldják, és amikor a közbeszerzésnek vége, akkor indulhat az építkezés. Mekkora költsége van most elvileg tervezve ennek a beruházásnak, hiszen említették, hogy gyakorlatilag a duplájára emelkedett a költség. A mostani költségvetés, ami elkészült, 550-600 millió forint között van. Ebben benne van az épület, a medence, a kiszolgáló technikák, tehát a légtechnika, a medence technika, a fűtés, és ez ennyibe került. Tehát ez egy 25x30 méteres, 2 méter mély sportmedence lesz, a hozzátartozó öltözőkkel, tusolókkal, WC-kkel, gépészeti helyiségekkel, semmi plusz nem lesz az épületbe, tehát próbáltunk minél takarékosabban tervezni, tehát hogy minél kevesebbe kerüljön a beruházás, mert igaz, hogy a pályázat nagy részét a társasági adóból finanszírozni lehet, de az önrészt mellé kell tenni, és ezt az önkormányzat fogja nagy részben produkálni, és ezért nem mindegy, hogy mi az az összeg. Tehát ez egy 70%-os TAO támogatottságú, 30%-os önrészsel működő pályázat. Hogyan fog kinézni ez a medence? Egyáltalán hol lesz? Mert ugye mindenki ezen szokott vitatkozni, hogy a fürdőnek melyik részén, illetve mekkora területet veszel a jelenlegi fürdőnek a területéből. A mostani termálberuházás után eléggé meg lett kötve a kezünk. Tehát még a beruházás előtt ennek a medencének kitaláltak egy helyet, de utána a tervek megváltoztak, beépítették, és igazából egy darab olyan felület maradt az uszodába, ahol egy ekkora medence elfér. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a mostani színpadtól a Dózsa-György téri garázs sor felé levő területen lesz ez a medence. Mennyire nehéz összehangolni most úgy az egyesület munkáját, hogy gyakorlatilag a gyerekeknek kényszerűségből még mindig Szentesen kell edzeni, és ott kell megoldani az edzési lehetőséget, hiszen ugye télen itt a hideg medencében nem lehetett megtartani ezeket. Gyakorlatilag a felújítás alatt nem lehetett itthon edzeni. Február 1-től itthon edzünk minden csapattal. Nyilván, mivel a fürdő jelenleg is, ha jól tudom, még próbaüzemben van, ezért akadnak kisebb-nagyobb meghibásodások, amikor egy-két edzést ki kell hagynunk, de gyakorlatilag mindent megtesz az üzemeltető annak érdekében, hogy tudjunk készülni, úgyhogy nem járunk most Szentesre, maximum edzőmérkőzésekre. Az a tervünk, hogy amennyi időt csak lehet, itthon szeretnénk tölteni, a gyerekek kívánsága is ez volt egyébként, és két részre osztanám a szakmai részét. Van egy része, akik most jelentkeztek, egyébként 80 fő fölött jelentkeztek hozzánk februárban, illetve korábban, tehát januári időszakban úszásoktatásra és az előkészítő csoportjainkban. Plusz azon felül van még 70 igazolt játékosunk, aki már 18 éven alul igazolt játékosunk, akik a bajnokságban játszanak. Úgyhogy 150 gyerekkel kell most már dolgoznunk, és hát ez nem kis feladat, de megoldjuk mindenképpen. Ami a medencét illeti, tehát az úszásoktatás és az előkészítő csoportokat a medencében egyelőre tudnak dolgozni.
a nagyobbakkal a téli időszakot remélem, hogy ki tudjuk tolni minél tovább, és csak egy nagyon rövid időt kell majd a télen megint szentesen megoldanunk. Én reménykedem abban, hogy 2-3 hónap maximum, sőt, talán inkább csak 2 hónap lesz az, amikor át kell járnunk. Úgyhogy valamit valamiért ez a beruházás nyilván úgy volt tervezve, hogy akár már idén szeptemberben vízbe ugorhatunk, de azért sokkal összetettebb, mint ezt mi annak idején gondoltuk, tehát nagyon sok munka van vele. A pénzt is össze kell még azért kalapolni, azt hazudnék, ha azt mondanám, hogy sem minden rendelkezéssel, minden forrás, de dolgozunk rajta, jó úton járunk szerintem, és én abszolút bizakodó vagyok ezzel kapcsolatban. Óriási nagy dolog lenne, hogyha meg lenne ez a medence, hiszen azért, ha jól tudom, a környékben az egyetlen olyan egyesület, vízilabda egyesület, ugye, ha jól tudom, akiknek nincs még meg ez a fedett medencéje, tehát hogy nem tudnak még fedett helyen edzeni. Mennyiben nehezíti ez meg a gyerekeknek a munkáját, illetve az edzőknek a munkáját is? Őszintén szóval nem tudom, hogy országos szinten hány olyan egyesület van, aki télen nyitott medencében edz. Nyilván Budapesten legendák keringenek arról, hogy a Császárkomjádi úszoda nyitott medencében ki mennyit edzett. Ehhez hasonlóan mi a mai napig ezt gyakoroljuk. Én úgy tudom, hogy ott már azért sátras fedést kapott a külső medence is, tehát ott már nem annyira jellemző az, hogy fedetlen medencébe edzenek a gyerekek. Én nem kockáztatnám meg azt, hogy mi vagyunk az egyetlen egyesület, de nem csak a környékben, hanem az országban is, ahol télen eddig legalábbis sátor nélküli fedéssel nem rendelkező, sátor fedéssel nem rendelkező medencében készültünk. Semmi baj nincs vele, hozzá lehet szokni. Ha a víz jó, akkor igazából nincsen vele gond. Mennyire lehet így eredményeket elérni, hogy azért most egy kicsit mostohák a körülmények, tehát azért időnként át kell menni Szentesre, nehezebb edzeni, ugye elég sokáig a Csongrádi fürdő nem állt rendelkezésre. Mennyire lehetett így produkálni eredményeket? Én azt gondolom, hogy nem estünk vissza. Semmiképpen nem használt a történet természetesen. Kevesebbet edzettünk, és hát nem a megszokott időpontokban, fárasztó volt, bár hozzá kell tegyem azt is, hogy így a végére már a gyerekek hozzászoktak ahhoz. Egy nagyon jó rendszert építettünk, én úgy gondolom, tehát saját busszal jártunk át, mindig ugyanabban az időpontban, vagy legalábbis sokszor, legtöbbször ugyanabban az időpontban, úgyhogy fel lehetett rá készülni, lehetett hozzáigazítani az egyéb programokat, és hozzászoktak a gyerekek ahhoz is, hogy este edzünk 7:30-tól. Viszont a körülményeink pedig ideálisak voltak, hiszen volt egy egész medencénk, és tervezhettünk, dolgozhattunk rendesen, szentesen. Ettől függetlenül nyilván sokkal jobb itthon, sokkal több időnk marad a beszélgetésekre, ami nagyon fontos. Sokkal több időnk marad a szakmára, akár együtt is az edző kollégákkal. És minden tekintetben egy kicsit otthon érezzük magunkat, vagy hát legalábbis most úgy érezzük, hogy akkor ismét van saját medencénk. Ettől függetlenül lesznek olyan mérkőzéseink, amiket nem tudunk itthon megrendezni, mert nem elég mély a medence közepe, ahol mondjuk 2 méteres ifi játékosok viccesen néznek ki, mert ők köldöktől felfelé akkor látszanak folyamatosan, és az nem a lábtempónak, hanem a medence hiányosságainak köszönhető, úgyhogy ideiglenesen még lesznek olyan mérkőzéseink, amit szentesen rendezünk. De ettől független az eredmény volt a kérdés. Én az eredményességet különbözőképpen mérem, ha az én személyes véleményemet kifejthetem. Alapvetően nem feltétlen érmekben mérjük. Hozzáteszem, komoly sikereket értünk el, mert már most azt hiszem, hogy 4 diákolimpiát nyertünk meg, több vidékbajnokságot nyertünk meg, nagyon sok vidékbajnokság helyezésünk van, és az országos bajnokságban, kupákban is jó helyeken végeztünk az elmúlt években. Ettől függetlenül én, amit eredménynek, fontosabb eredménynek tartok, az az, hogy az egyesület népszerűsége folyamatos, vagy inkább emelkedik. Tehát az, hogy most 80-an jelentkeztek, nyilván nem csak az egyesület és a vízilabdának köszönhető, az egyesület munkájának és a vízilabdának köszönhető, hanem annak is, hogy végre van medence, és sok gyerek megtanulhat úszni. De ez a lehetőség az, amit nekünk ki kell használni arra, hogy a jövő bázisát megteremtsük, és egy olyan utánpótlás nevelő műhelyt építsünk, egy stabilan működő műhelyt építsünk, ami hosszú távon lehetőséget ad a csongrádi gyerekeknek, hogy ezt a sportágat vagy hasonló vizes sportágat válasszanak. Úgyhogy ez az eredmény. Mennyire nehéz
egy ilyen kisvárosban tehetséges gyerekeket találni? Hiszen ezért nagyon sokszor azt lehet mondani, hogy minél több gyerek van, annál nagyobb a merítés, annál hamarabb találnak tehetséget. Egy kisvárosban kevés gyerekből mennyire nehéz ezt megtalálni? Nem nehéz. A tehetség egy fontos dolog, de gyakorlatilag szorgalom nélkül, meg kitartás és alázat nélkül az akár semmit sem érhet. Úgyhogy nehéz. A mi legnehezebb dolgunk talán az szakmailag, hogy meggyőzzük azokat, akik kevésbé tehetségesek, hogy sok munkával elérhetik, illetve megelőzhetik a tehetségesek szintjét is. Nyilván igaz, kevesebből sokkal kevesebb tehetség lesz. De ezzel kell dolgoznunk, és azt kell mondjam, hogy elégedettek vagyunk az eredménnyel. Nehéz egyébként összehangolni ennek a sok gyereknek a munkáját? Nehéz. Tehát most ez az utóbbi másfél év nagyon nehéz volt számunkra azért is, mert 70 gyerekünk ment át sportolni Szentesre, plusz egy 40 fős előkészítő csoportunk. Nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy a 70 gyerekből, akik bajnokságban játszanak, ketten maradtak ki a másfél év alatt, és szeretném megköszönni a gyerekeknek is, meg a szülőknek is, hogy ezt a nehéz időszakot végigdolgozták velünk. A előkészítő csoportunk az teljesen érthető módon ott a legkisebbek jártak, 6-7-8 éves gyerekek, ők nem bírták azt vállalni, meg a szülők nem vállalták, hogy hetente háromszor átjárnak, napi 2-2,5 órákat ott vannak, este 6-7 óra körül ér haza a fiatal sportoló, de nagy örömünkre, mint Laci is mondta, most, hogy beindítottuk az előkészítő csoportokat, nagyon sokan visszajöttek hozzánk, illetve rengeteg új jelentkezőnk van. Annak is nagyon örülünk, hogy azok a gyerekek, akik elmentek tőlünk, nem hagyták abba a sportot, mert nagyon sokról tudjuk, hogy elmentek focizni, kézilabdázni, evezni, kajakozni, tehát megkeresték a városba a többi egyesületet, tehát nyilván ez is mutatja azt, hogy ebben a kisvárosban is igény van a sportra, tehát a szülők is tudják, meg a gyerekek is tudják azt, hogy az egészséges életmódhoz hozzátartozik az, hogy a gyerek valamit sportol, és tesznek is ezért. Visszatérve arra, hogy a kérdésre, hogy milyen nehéz ennyi gyereket összehangolni, ennyi gyerek munkáját, most, hogy itthon vagyunk Csongrádon, sokkal könnyebb. Tehát a másik nagy problémánk Szentesen az volt, hogy az edzőknek az egymással való kapcsolat, a kommunikációja kicsit visszaesett. Itt nem az van, mint itt az uszodában, hogy szinte mindnyájan egyszerre tartunk edzés, vagy közeli időpontokban, ha van valami probléma, kérdés, azonnal meg tudjuk beszélni, napi szinten találkozik mindenki mindenkivel, tehát ez is nehéz volt az utóbbi másfél évben. A kommunikáció ennyi gyerekkel, meg annyi, hogy mi e-mailen, internetes felületeken tartjuk a kapcsolatot, és kaptunk a szülőktől visszajelzéseket, különösen itt a előkészítő csoportokból, hogy nagyon örülnek, hogy így azonnal mindenről tudomást szereznek, tehát szinte azonnal minden információ a kezükben van. És ezt többen mondták, hogy nagyon jól esik ez, mert nem mindenhol tapasztalták meg ezt. Milyen tervek vannak, hiszen említették, hogy már 4 diákolimpiát nyertek a gyerekekkel. Gondolom, hogy azért idén is szeretnének hasonló eredményt elérni, illetve hasonló célok vannak. Amellett, hogy ugye nagyon nagy erővel dolgoznak azon, hogy legyen saját medencéjük. Jó, tehát igazából eljutottunk egy olyan szintre, amikor az összes lehetséges bajnokságban, ami számunkra elérhető csapatot indítottunk. Elértünk odáig, hogy a hozzánk bejövő 7-8 éves gyerekeknek azt tudjuk mondani, hogy ha hozzánk jártok, sportolhattok nyugodtan egész addig, amíg Csongrádon tanultok, 18 éves korotokig, sőt, ha utána van kedvetek, akkor még játszhattok az OB2-es csapatunkba. Tehát felnőtt nálunk egy olyan generáció, azt mondom, akik nálunk kezdték az úszás tanulással, és most már odáig eljutottunk, hogy a felnőtt csapatunkba játszanak, illetve sokan közülük a vízilabdának köszönhetően el tudtak helyezkedni az országban, illetve a környező országokban úgy, hogy azt lehet mondani, hogy a vízilabdából élnek. Mennyire nehéz megélni egy ilyen kis csapatnak, egy akkora csapat mellett, mint amit van a szomszédban Szentesen? Nekünk igazából soha nem volt problémánk ezzel, tehát mindig ki tudtok gazdálkodni azt,
még a TAO-s támogatások előtt is, hogy a versenyeztetésre, a gyerekek edzés lehetőségére a pénzt elő tudtuk teremteni. Nem ment mindig könnyen, de mindig, amikor amilyen költség felmerült, azt kigazdálkodtuk és megoldottuk. Most egy kicsit könnyebb helyzetben vagyunk, hogy van ez a TAO-s támogatás, de kell is, mert azt kell mondjam, még régebben ketten voltunk edzők Lacival, most már 10 edzővel dolgozunk. Tehát mindenki látja, hogy 150 gyerekhez kell a szakember, és szerencsére van Csongrádon szakember, és most is gondolkozunk azon, hogy edzőkollégákat beiskolázunk, megkérjük, hogy menjenek el még tanfolyamra, jussanak el egy magasabb szintre. Akkor azt lehet mondani, hogy egy sikeres évet terveznek 2016-ra, hogyha a terveket nézzük. Igen, tehát annak köszönhetően, hogy haza tudtunk jönni, sokkal jobbak a, hát jobbak a körülmények. Tehát Laci is mondta, hogy amikor felmerült a kérdés, hogy jöjjünk-e haza, vagy ne, feltett az interneten egy közvéleménykutatást a srácoknak, hát azt hiszem egyértelmű volt, 100%-os volt, mindenki azt mondta, hogy jöjjünk haza. De jobban érzik itthon magukat, tehát szeretnénk, tehát régen is úgy éreztük, hogy ez a uszoda, ez a mi otthonunk. Most is azt szeretnénk, meg most is úgy néz ki, hogy ebbe az irányba haladunk. Tehát vannak itt problémák, nehézségek, de minden megoldódik. Tehát úgy kell hozzáállni a dolgokhoz, hogy közösen oldjunk meg mindent, és akkor jól fog működni. Tehát az eredményeket meg úgy érzem, hogy adva vannak hozzá a gyerekek, akik bizonyították azt, hogy szeretnek ide járni, szeretnek dolgozni, egész magas a edzés látogatottsági százalékuk, mellett ott vannak a szakembereink, tehát úgy érzem, hogy az eredmények ezután jönni fognak, ugyanúgy, ahogy eddig. Mennyire lehet abban bízni, hogy itt ebben az évben minden megoldódik, tehát hogy tényleg a gyerekeknek is lesz ideális vízilabdamedencéjük, illetve az, hogy az eredmények is jönni fognak. Úgy állunk hozzá mindenhez, hogy sikerülni fog. A medence kérdése azért egy kicsit bonyolultabb ennél. Ezt már néhány hónappal ezelőtt is én eltoltam volna jövő évre. Tehát sok mindentől függ, természetesen nem biztos, hogy eltolódik a jövő évre, mert minden attól függ, hogy a TAO támogatásokat hogyan tudjuk összeszedni. Ha ez sikerül, akkor tulajdonképpen akár sikerülhet idén is, tehát lehet, hogy már karácsonykor a saját medencékben úszunk. Én egy picit realistább lennék, én azt mondom, hogy jövő tavasszal lesz ez, amikor mi először ugrunk abban a medencébe. Ettől függetlenül nagyon bízunk benne, hogy ez megvalósul valóban ez a projekt, és én azt mondom, hogy meg fog valósulni, látva az önkormányzat hozzáállását is. Úgyhogy az eredményességhez még annyit hozzátennék, hogy itt az elmúlt években is, talán az első fecskéink, akik 2001-ben kezdték, az Oli alapította egyesülettel a munkát, ők már a tavalyi és tavaly előtti évben bemutatkozhattak a legfelsőbb bajnokságban, tehát az NB1-ben vagy OB1-ben, többen is a szentesi csapatban. Úgyhogy a mi eredményeink alapvetően nem feltétlenül a bajnokság megnyeréséről szól, hanem arról, hogy nagyon sok jó sportolót és nagyon sok egészséges embert neveljünk. Valójában a nevelésről szól, talán nem is annyira a sportról. Nagyon sok sikert kívánok ehhez az évhez a Vízilabda Egyesületnek. Köszönöm, hogy itt voltak velünk, és elmondták ezt nekünk. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, viszontlátásra! Végül néhány programra hívjuk fel nézőink figyelmét. Március 15-én Csongrád is megemlékezik az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseiről. Az ünnepi program 9:30-kor toborzóval veszi kezdetét a művelődési központ előtt, a Csongrádi Fúvolyzenekar közreműködésével, majd a megemlékezők huszárok vezetésével vonulnak fel a városházáig, ahol 10 órakor köszöntőt mond Farkas Sándor országgyűlési képviselő. Az ünnepi műsorban közreműködik a Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola, az Alföld Néptánc Együttes és a Csongrádi Fúvolyzenekar. A rendezvény végén koszorúzást tartanak a Kossuth szobornál. Rossz idő esetén az ünnepi műsor helyszíne a Művelődési Központ Magyar Király díszterme lesz. Vasútállomás címmel Tóth Péter irodalmi estjére várják az érdeklődőket a Művelődési Központban.
a Radnóti és Latinovics díjas versmondó József Attila estjét március 17-én 17 órakor tartják meg. Szintén március 17-én 17 órakor kezdődik a Magyar Földrajzi Felfedezők című előadása a Csemegi Károly könyvtárban. Almási László életútját Kubasek János mutatja be az érdeklődőknek. Ez volt a közéleti mozaik, melynek ismétlését ma este 8-kor, éjjel 2-kor, valamint holnap reggel 7-kor és 13 órakor tekintetik meg. Ha a szerkesztőségünknek írnának, megtehetik a 6641 Csongrád postafiók 83, illetve a csongrad.hu e-mail címre. Új műsorral egy hét múlva jelentkezünk, tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!